Sziasztok, én Ádám vagyok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban, amiben fnafozni fogunk, azaz Five Nights at Freddy's játékot fogjuk kipróbálni. Hát nagyon sokan kértétek, hogy játsszunk már valami horror játékkal is, ez még azért nem a durva horror játékok közé tartozik, ha minden igaz, nagyon remélem, hogy nem. Úgyhogy ezt fogjuk kipróbálni, nagyon sokan írtatok tényleg, és sokan írtatok hozzá egy ilyen kisebb tutoriált is, vagy felvezetést, úgyhogy most fel is fogom olvasni, Zöld Pötty írta, én most a felhasználó nevén fogom szólítani, úgyhogy hát én gyorsan felolvasom, hogy mit írt ezzel a játékkal a kapcsolatban, hogy aki esetleg még nem játszott vele, vagy nem ismeri a játékot, annak is legyen valami fogalma. Én már régen, nagyon régen játszottam a játékkal, de talán nem az egyen, hanem a kettővel. Lehet, hogy mind a kettővel. Nem tudom, régen volt, nagyon-nagyon régen. 2014-es egyébként a játék, úgyhogy Gyorsan felolvasom, amit írt Zöld Pötty. Na szóval, szia Ádám, a FNAF bonyolultabb játék, mint gondolnád, ezért engedd meg, hogy segítsek. Az egész egy pizzériában játszolik, ahol te vagy az éjjeli őr. A műszakod éjféltől hajnali hatig tart, az épületben található néhány robotállatka, akik napközben szórakoztatják a gyerekeket, viszont este elindulnak, hogy megöljenek. Öt éjszakát kell túlélned, és utána van két bónusz éjszaka. Ez az alapkoncepció. De csak nézzük, tehát itt most külön egyébként leírta, hogy a FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3, FNAF 4, és talán még a következő fnaf is, FNAF 5, FNAF 6 is itt van. Nekem az első négy játék van meg egyébként, ez fontos. Viszont most az első videóban a FNAF egyet fogjuk kipróbálni, erről majd mindjárt beszélek. Viszont először felolvasom, hogy itt mi a szituáció. A FNAF egyben négy darab robotállatka van. Freddy egy cilinderes medve, Bunny egy gitáros nyúl, Chica egy csirke, Foxy a róka saját színpada van. Tehát gyakorlatilag gondolom, hogy ez lesz nekünk a négy ellenfél, ugye? És. Uh... Egy irodában ülünk limitált állam, árammal. Tőle egy jobbra és balra ajtó található. Kamerákon tudom figyelni az éttermen belül, hogy merre vannak a robotok. Ha megközelítik az ajtómat, akkor be kell zárni. Freddy és Csiká jobb oldalon jön, míg Bunny és Foxy bal oldalon. Mindegyik egyenletes tempóval közeledik, kivéve Foxit. Neki figyelni kell néha a színpadját, mert különben Berohan hozzám. Igen, és most akkor rátér a limitált áramra. Fogy az áramunk a következőktől: ha becsukom az ajtót, ha nézem a kamerákat, és ha, ha megvilágítom az ajtó előtti részt, és ugye, hogyha megvilágítjuk az ajtó előtti részt, akkor láthatjuk, hogy a robot ott áll le az ajtóm előtt. Tehát gyakorlatilag ez ez az, amit leírt itt a fnaf 1 kapcsolatban. Oké, okay, oké, okay, nézzük, 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 srácok. Itt ugye a minden igaz, akkor úgy van, hogy az első éjszaka még könnyebb, a második már nehezebb, és szépen fokozatosan nehezednek, és öt éjszakáról tudtam, 2 kettőről nem, úgyhogy az, az izgalmas lesz, hogyha egyáltalán eljutunk odáig. Valószínűleg úgy lesz, hogy most ugye az első rész az mindenképpen a, az első részéből lesz a fnaf viszont a második videóban Hát írjátok meg szerintem, hogy a második részt szeretnétek, vagy az, hogy az első részben, ameddig eljutunk, onnan folytassuk. Mert szerintem lehet, hogy úgy lenne a jobb, hogyha szépen végigjátszanánk a játékokat. Tehát a FNAF 1 lenne két videó, a FNAF 2-ből két videó, a FNAF 3-ból két videó, a FNAF 4-ből két videó, és nagyjából megpróbálnám végigjátszani őket, hát ez valószínűleg azért nem lesz olyan egyszerű. Na de srácok, nem húzom tovább az időtöket, már itt is vagyunk a töltőképernyőn, ahol egy nagyon cuki maci fogad minket. De jó lesz, de jó lesz. Uh, az első éjszakával tudom folytatni, vagy új éjszakát, vagy új játékot tudom kezdeni. Hát akkor milyen New Game-re fogunk nyomni. Hú, kíváncsi vagyok. Nem mondom, hogy nem parázok, mert biztos, hogy lesznek jumpscare-ek. New Game, nézzük, nézzük, srácok. Oké... Okay. Első éjszaka, 12 óra. így Éjfél van, oké. Okay. Oké, okay. nem nézzük. Aha, itt vagyunk bent, remélem, hogy jó nektek a képminőség. Nem nagyon tudtam állítani semmit rajta. És uh, csörög a telefonunk. Uh, um, ugye itt van a light, de el tudjuk megvilágítani. Itt van a két ajtó, amiről beszéltünk, és így tudjuk becsukni őket. Viszont ez ugye energiát vagy azt. Aha. Aha, rá kell vinni az egeret, és akkor tudunk belépni a kamerákba. Kam 1A, Kam 1B, Kam 5, Kam 1C, Kam 7, Kam 6, 4, 4, 2, 3. Oké, oké. És uh, most mi a feladatom? Aha, itt vannak a robotok. Oké, okay, akkor ezt a részt gondolom figyelni kell. Itt semmi. Vagy ezek a robotok? Vagy lehet, hogy többen is vannak? Nem, ezek lehet, hogy akkor csak a maszkok. Közben beszélnek telefonnal, de. Ez szintén szóval nem annyira érdekel. Mondjuk lehet, hogy fontos. Oké, okay. szerintem ők lesznek itt a robotok. Itt lesz a nyúl, a csirke, meg a medve. És néha gondolom hogy meg kell nézni, hogy jönnek-e. De gondolom úgy is meg lehet nézni, hogy így, és így is látnunk kéne. Mert ugye mi itt vagyunk, és tőlünk a balra lévő ajtó az van itt, és a jobbra lévő ajtó pedig itt. Oké. Okay. Egyébként most veszem észre, hogy nem biztos, hogy a legjobb helyen van a kamerám. Ezt az első éjszakát, ezt bírjátok ki így, átjátok ott, ott az időt, meg az éjszakát. Úgyhogy a következő éjszakára majd átteszem, viszont nem fogom tudni szüneteltetni, úgyhogy egyelőre marad. Ne haragudjatok, srácok. Nézzük meg, hogy nem, innen nem indultak el. Tehát akkor ne, nem ők a robotok? Csináltak változást. Oké, okay, csak a avatosabb. Oké, okay, azért eléggé parára meg van csinálva, azt, azt azért ki kell emelni mindenképpen. Tehát ez a kamerás rendszer, ez valóban eléggé para. De ez a három robot gondolom, ezek, ezek még nem jönnek felém, ez jó, de hol van a negyedik? És azok már egy órára jár az idő, ott arra tudjátok megnézni, egy óra van már. Ö, hat óráig kell túlélni, ha minden igaz. Mostan 2 óra már, nagyon jó, ha jól haladunk. És nem nagyon jönnek ezek, jól van, jó van, addig jó. A rókát, azt nem tudom, hogy hol kéne keresni. Ö, elment a kamerának a képe. Ne, 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 ne. Miért ment el? Eltűnt a nyúl! Ajaj, a nyúl melyik oldal tud jönni? Á, nem emlékszem, nézzük meg gyorsan. Oké, meg nincs itt. Kettő óra van és megindult az egyik. Légy jesz meg. Ott van! Ott van! Aha, akkor most tart itt a nyúl, akkor ezt majd figyeljük kettő óra van, és 62% itt van egyébként a bal alsó sarokba, hogy mennyi energiánk van. Még talán van elég, de ugye a feléig, hogyha eljutunk, az három óra, tehát még annyira nem állunk jól azért energiával. A nyulat kéne figyelni, jó, még ott van, addig még talán nincs ilyen nagy baj, mert eléggé messze van tőlünk, szerencsére. Megoldjuk, megoldjuk, srácok. Én a rókától félek nagyon, mert ugye azt mondtátok, hogy ő ugye csak simán elfut hozzám. Megint el eltűnt a kamera. Ne, 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 ne. Mi van már? Elromlott a kameránk, srácok. Oh, elindult a csirke is! Oh, és itt van már valamelyik. Ö Ő az, aki jobbról jön. Oh-oh. Oh-oh, kezd -oh. para lenni a szituáció. Nem működik. Akkor itt kéne talán nézni, hogy hol vannak. Hol a nyúl? Ez, ez a nyúl, vagy ez a csirke? A kamera hatot még mindig nem látjuk. Ennek nem örülök. Ennek nagyon nem örülök. Miért nem látjuk a kamera hatot? Jó, ő itt maradt. Kamera hatot nem látjuk. Ö, nem tudom, hogy a csirke jön jobbról vagy balról. Van 42% energiánk is, még csak 3 óra van. Ez, ez így nem lesz jó, srácok. Hol a csirke? A csirkét miért nem látom? Ö, az a medve az most miért néz ki ilyen parál, az eddig nem volt ilyen para. Oké, okay, kezdek kicsit Na, most, most visszament jól. Oké. Okay. Oh! Miért tűnt el a kamera? Miért tűnt el a kamera, srácok? Nem akarom már! Léci, ne! Négy óra van, gyerünk! Gyerünk! Léci! Léci! Honnan is eltűnt valamiért a kamera? Miért tűnt el a kamera? Ne, 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 ne. Nem hiszem el! Nagyon-nagyon veszélyes játékot tűzünk. Viszont még nincsenek itt. Jó, 4 óra van, 32% energia, ez így nem olyan jó. A medve még nem indult el, viszont a nyúl az jön. A nyúl az jön tovább, ott látjátok már eltűnt. Hol van? Ott van. Ott van, talán az az. Oké, okay, ha meddig nem itt van mellettem, addig nem parázok talán annyira. Eee, miért kellett horror játékot adnotok nekem? Ezt nem hiszem el. És ez még csak a legkönnyebb szint. Ó, oh, itt jön, itt jön, itt jön, láttátok? Ott van, ott van, öt óra van. Valahogy bírjuk ki. Valahogy bírjuk ki, srácok. Ilyenkor már be kell csuknom az ajtót. Oh, eltűnt. Becsukom. Becsuktam. Oké. Okay. Öt óra van, srácok, megadjuk. Aha itt van, akkor jól tettem, hogy becsuktam. De hol a nyúl? Ott a nyúl. Ott a nyúl. Vagy, vagy az már a medve? Nem, az, az, a nyúl. Ott a nyúl, srácok. Kezd eléggé para lenni a szituáció. Nem, még ott, a, ott van a nyúl. Ö, 17% energiám van. Becsukom. Szerintem én már kibírja az energiánk 6 óráig. A csirke elment. Egyel vissza ment. Akkor ezt kinyithatom. Oké, és srácok, megoldjuk, megoldjuk, megoldjuk. Oké, 9% energia van, legyen már nappal! Legyen már nappal, ezt nem hiszem el! Kikányítom ezt az ajtót is. Yes! Ott van! Ott van, srácok, az első éjszaka! Idigaz! igaz! Oké, oké, okay, okay, élünk. Egyből jön a második éjszaka, na várjál! Oké, okay, gyorsan átpakoltam magamat a másik oldalra, talán ott egy picit jobbak... Jobb lesz így. Elindult már most a nyúl. Na, ne, 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 velem. Mi van? Kidobott Mi játék. ne, Mi van? Hello? Ez, ez mi? Jó, akkor én most visszalépek. Valamit szerintem nem jól csináltunk. Visszalépek a játékba, jó, srácok? Oké, okay, srácok, őszinte leszek, ez nem tudom, mi volt. Ez mi volt? Kidobta a játék, és akkor az arcomba ugrott valami arany medve. Te ez zseniális, köszönöm szépen. Oké, okay, Több Többiet nem kérek, jó? Többiet nem kérek. Oké, okay, most nincs itt az aranymedve. Hogy került ide az aranymedve? Jól láttam, remélem, aranymedve volt. Ez a bunkóság! Ha mit csinált itt ez? Jó, nyugi, nem félek, nem félek, meg volt az első halálunk. Föl nem fogom. Most ha félek ettől az aranymedvétől, akkor. Vagy. vagy lehet, hogy ez. Ez ez a medve volt? Csak rosszul láttam? Mert hát elvileg négy karakter van a játékban. Hogy került ez ide? Ilyen gyorsan? Egy pillanatra, ameddig elpakoltam a kamerát, addig addig ide kerülhetett, mert addig futott a játék. De nem értem. Őszinte leszek, ezt nem értem. Oké. Okay. Semmi baj. Akkor... Uh, ettől... Ettől azért vigyázzunk. Ez a medve, ez a legerős. Áj, mert megint elindult! Elindult, és amikor elindult legutóbb, akkor érkezett a... A, az aranymedve, ah, ne, 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 oké, okay, nyugi, uh, Csak figyeljük a kamerákat, világítgassunk, csillelődjünk, és hozzuk le ezt a meccset is, gyerünk. És ezt egyébként azt még elfelejtettem mondani, hogy a komment szekciót nyugodtan, nyugodtan írjatok mindenféle hasznos ötleteket, tippeket, tanácsokat, meg minden, feltételezem, hogy azért fogtok tényleg írni. Például azt megírhatnátok, hogy ez meg mi volt, hogy gyakorlatilag 12 órakor megjelent itt a szobában egy arany medve, és kinyírt minket. Ezt írjátok meg, hogy ez... Ez mi? Oké, okay, ott jön a nyúl. Az alavatosan. Oh, eltűnt innen a nyúl! ne 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 szórakozzál már velem! Miért tűnt el onnan a nyúl? Ah! Kezd paralelni tényleg a játék. ott a csirke is! Ez a második éjszaka, srácok, ez a második éjszaka. 75 energia maradt már csak. Oké, okay. a csirke elvileg innen jön, a nyúl pedig innen. Tehát ameddig a csirkét látjuk, addig nincs baj. Engem a róka érdekem, mert az az előzőben nem volt. Oh, itt volt, itt volt valaki. Eltűnt a kamerám, gondolom, ilyenkor tűnik el. Nem. Akkor nem értem teljesen. Oh, ott jön a nyúl, ott jött a nyúl. Láttátok az árnyékát? Láttátok? Ott van. Az ott a nyúl lesz. És eltűnt. Ne csináld ezt velem, könyörögve kérlek. Mit tettem? Miért? Kettő óra van és 66% energiánk. Én nem merem bekapcsolni a kamerát. Nyugis elszok, megoldjuk. Megoldjuk. Kicsit se para a szituáció. Kicsit. Oh, ott a nyúl! Ott a nyúl! Ott a nyúl! Itt van mellettünk a nyúl. De akkor nem látjuk a megvilágítva se. Mert nincs ott a nyúl. Nézzétek, nincs ott a nyúl, de mégis ott van a nyúl. Ezt nem hiszem el. Mikor mész már el innen? Most elment. Hol van a nyúl? Megy vissza, oké. Akkor most addig... Ah, 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 ah. Hülye vagy? Mi? Mit csinál ez? Még mindig itt van. Jó. Jó. Nyugi játszok. De, de nincs itt, azt mondja. De ott van! Mit csinálsz itt? Menj már innen! Tőlem barra az ez a hely! Nincs is itt! Hazugság! Ez hazugság játék. Jó, most nincs itt. Oké. Okay. Meghagyjuk srácok. 41% energia, 3 óra van. Oké. Okay. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. A csirke! Mr. Csirke! Kotorodjál innen! Kérlek szépen! Na az rám a szívbajt! De itt a csirke mellettünk, ez nem jó! Miért mondtátok, hogy ezzel a játékkal kell ilyen Ezt nem hiszem el! Maradhattam volna a nem tudom én milyen, a Fortnite-tanál! Mekkora király lett volna már? Ha ma nem... hanem Fortnite-ozok! Milyen szuper jó lett volna már, nem? Jó, ő most innen nem tud bejönni, de itt a nyúl is! De ezt nem záratom le! Hát ez nagyon gyorsan elveszik az áram. 28%-on vagyunk. O, ott a csirke! A csirke is ott van! Most nincs itt a csirke! 20% 4 óra. Ez még nagyon neces! Itt a nyúl! Menj már innen, hülye nyúl! Nem baj, talán addig, ameddig nem néz be az ajtón, addig nincs baj. Légy szíves, játék! Légy szíves! 5 óra van, kérlek! 15% légy szíves! Bírki! ki, drága energiám, most az egyszer! Nem félek egy picikét se! ti... Á, itt a nyúl! Vasszos! Rohadt nyúl! De megijesztett! Nyugi srácok, most a másik oldal be van zárva, 10% energiánk még van. Nem szabad a kamerában nézzem. Nem szabad a kamerában néznem és akkor szerintem kibírjuk energiával. Jó, nincs itt a nyúl. 7% srácok, 7 darab százalék. Most kéne még, hogy jöjjön a róka. Rókát még nem is láttam. Nem nézhetek bele a kamerába. 2% energi, egy százalék energiám van srácok! Egy százalék! Elfogyott az energiám! És most? Yes! Yes! Ott van! Ez az! Hat óra! Oh yeah! Oh yeah! Oké okay, srácok! 27 percem vagy a felvétel. Úgyhogy én most fogom magamat. És nyomok egy Alt F4-et. Hú, hú, valóban nem, valóban ijesztőbb, mint amire számítottam. Szóval, igen, igazatok volt, valóban ijesztőbb a játék, mint amire számítottam. Egyébként durva, durva volt, viszont volt kettő sikeres éjszakánk, a másodikban egyszer meghaltunk. Srácok, komment szekcióba írjátok le, hogy, hogy mi a vélemény, meg mindent. Igyekeztem, igyekeztem. Nagyon remélem, hogy tetszett nektek, és hogy nem hiába szenvedtem fél órát azzal, hogy valahogy megcsináljam az első és a második éjszakát, és nem hiába féltem, nagyon durván, semmi baj, megoldottuk. Szerintem vágni vicces lesz, vicces lesz, vicces lesz visszanézni, szerintem nektek is, meg nekem is az, hogy hogyan ijedtem meg egy pár alkalommal, mert azért volt rá példa. Na srácok, Úgyhogy ez volt a Five Nights at Freddy's első részének az első része. Ha tényleg írjátok meg, kommentáljatok, hogy azt szeretnétek-e, hogy ezt folytassuk, vagy azt szeretnétek-e, hogy a második résszel játszunk, szerintem még egy videó lehetne az egyből, és utána pedig kettő a kettőből, és így tovább, ahogy ezt már említettem, mindenféle véleményt szívesen fogadok, úgyhogy írjátok meg mindenképpen. És erre a videóra pedig köszönöm szépen a figyelmet. Tudjátok, hogyha tetszett, és szeretnétek még belőle folytatást, akkor lájkoljátok, ugyanis minél több lájk like van, annál hamarabb és annál szívesebben veszem fel a második részt. Úgyhogy jöhet a szokásos elköszönő szöveg, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett, ha így van, akkor dobjatok rá egy lájkot, like illetve ha még nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok fel. Köszönöm szépen a figyelmet, én Ádám voltam, sziasztok!